Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és hasonló módon nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket. Először is ott a rendezői jobban Húros Anna Mária művésznőt, aki ugye diszlettervező és jelleveszervező. Nem véletlenül vannak itt ezek a kalapok. Nem férfi kalapok, ugye? Ezt így jól értékelem, hogy ezek... A meglátás nagyon jó. Nagyon jó. Ez a My Fair Lady-ből van, ugye? A My Fair Lady-ből, igen. És ez csak a My Fair Lady-nek? Az Ascoti Derbyn, akik megjelentek, azoknak a kalapjai, mert ott kötelező, nagy, széles karimájú, gyönyörű tollas, faramuci kalapokat. De jó fölvenni. Isten, hát akkor ott, bocsánat, hogy ezt még megjegyzem így az elején, de hát akkor volt pénz az előadásra, hál' Istennek, mert itt ilyen strucolak meg egyebek, és hát fantasztikusak, el vagyok ájúva. Nem is gondoltam, hogy ennyire tetszik ilyen közelről is egy ilyen jelmezkalap. Stelli Zsófián szeretettel üdvözöllek, és ezt egy teljesen másik darabban viseled, ugye? A színházunk szerbiai székhelyű, Magyar Kanizsai székhelyű, de egyébként már elég régen áttelepültünk Budapestre, és a Dunapalotában volt. Egészen mostanáig a székhely most a Dunapalotát felújítja. A középen ülő úr, az pedig Lux Ádám művész úr, aki ugye az új színháznak az oszlopos színésze, de nem tagja, hanem még egy csomó más színdarabban is szerepelsz. Te egy angyal vagy itt az angyalok között, mert ugye igazából azért jöttünk össze, hogy egy angyallal, Húros Anna Máriával, alias Dórival közelebbről megismerkedjünk, de hát itt van nekem egy bizonyítékom arról, hogy te is angyal vagy, ugye az Angel Fesztivál 2018, ebben te VIP vendég vagy, tehát te egy VIP angyal vagy. Hát ez egy nagy sikerű magyar filmnek, a Megszállottak című filmnek a Monte Carlo-i megmérettetéséről hoztam. Ez az Angel Award, ez egy nemzetközi filmfesztivál, és hát ugye Dórihoz természetesen kapcsolódik, hiszen az ő fantasztikus jelmezeiben játszottuk a filmet, Calviról és Loyolai Szent Ignácról szól, Posgai Zsolt írta, rendezte a filmet, és hát három nemzetközi fesztivált nyertünk meg vele most csak az ősszel. Uh-huh. Nyertünk egyet Dél-Amerikában, Buenos Airesben, Kalkuttában, Indiában, és most Monte Carlo-ban itt Európában. Most, hogy egy szentet alakítottál, Loyolai Szent Ignácot, azért tegezhetlek még a továbbiakban? Azt tudom, hogy a bizonyos, nem tudom, grófnak, meg stb., hogy kegyelmes úr, meg stb. A méltóságos, de hogy egy szentnek mi a megszólítása, azt nem tudom. El voltam ájulva egyébként attól az interiőrtől, attól a jelmezektől, hát egyébként a művészektől is, én nekem nagyon tetszett ez a film. A rendezőnek és a tervezőnek előre kell dolgozni. Számtalanszor voltunk mindenféle helyszínen, és az Ócsei templom valami tökéletesen bevált egyik helyszínnek. Utána voltunk különböző parkokban, ahol jó nagyot estem, éppen Loyolai Szent Ignác előtt ő rohant, és felsegített engem, és nagyon-nagyon érdekes volt. Annyira benne voltam a darabban, hogy amikor meg kellett a templomot díszíteni mindenféle gyertyákkal, meg rekvizitumokkal oda középen, tudod, ahova beleestél a végén, hát nagyon beleéltük magunkat. Sírva mentünk onnan el, hogy három nap után már nem kellett többet jönni. De aztán az igazság, az Bikalom volt. Azt a gyönyörű helyet, a Bikali kastély, fantasztikus volt, középkori házak, részletek, hát oda volt. Árpa Attilát csodáltam a Lux Ádám mellett, leginkább amikor bejött, gyönyörű lovon, zöld ruhába leszállt a lóról, és Ádám végig ott volt, hol figyelő szerepbe, hol a sminkbe éppen igazították a haját, mert ugye a haja volt a legnagyobb vívmány, amit elértünk ebbe a filmbe. Köztudott, hogy a parokka az mindig nagyon drága, meg a kiegészítés is. De Ádám viselte azt, hogy böködünk rajta, tüszködünk, átöltözik egyikbe, másikba. Egy filmforgatásnál ott nagyon sokan törődnek az emberrel, nem túl sok néha, hogy innen pepecselik, onnan pepecselik, mit tudom én, ha olyan, akkor egy kis vért tesznek rá, ha olyan, akkor stb. Nagyon jó példát mondtál, ugye Gál Péter volt a maszkmesterünk, és ezen a haj hozzátűzésen kívül volt egy gyönyörű, szép seb,
amit aztán végül kivágták a filmből sajnos, tehát hogy órákon át készült az én gyönyörű nyílt sebem a lábamon. Szóval ezek ilyen szükséges macerák, de ezt a színész mindig megpróbálja relaxálva. És hát az nagyon fontos dolog is, az a Dorit kell szembe dicsérnem, hogy az összes munkatárs, akiket maga köré gyűjtött, akik öltöztetéssel foglalkoztak helyiek, vagy éppen akiket Dóri hozott, hogy olyan helyes csapat volt ez. Uh-huh. Úgyhogy igazán jól tudtunk mi pihenni és rákészülni mindig a következő jelenetre. Te azt mondod, hogy a befizetett pénzből új edényt vásárolsz a megkárosítottnak? Ezt akarod elhitetni ezekkel az emberekkel? Akik pontosan tudják, hogy a befizetett pénz legnagyobb része a pápai udvar kincstárába vándorol, és aljas és bűnös célokra használják. Vagy hóhérokat fizetnek belőle, akik mágián megégetik mindazokat, akik szintén Isten nevében beszélnek, de nem az ember és a társadalom ellen, hanem éppen annak érdekében. Ki mondta neked, hogyha a reformáció uralomra jut bizonyos helyeken, nem lesznek hasonló megtorlások azok ellen, akik az egy igaz vallást őrzik magukban? Ki mondta, hogy nem éppen te, Calvin, kényszerülsz majd arra, hogy ellened forduló barátaidat mágián megégesd? Az ilyen prédikátor veszélyes, mert fanatikus prédikátor. És te az vagy, Calvin. Te képes leszel még gyermekedet is feláldozni, ha akár csak részletében is mást gondol a Szentírásról, mint te. Igen, ezt jól látod. Eddigi fiatal koromban annyi értelmetlen és oktalan tűzhalált, kegyetlen megtorlást láttam, hogy lehet, ha valaki környezetemben elárulni igyekszik mindazt, amiért ezrek és ezrek adták életüket, azokkal hasonlóképpen bánok el. Mert ez még az én feladatom. De sírni és zokogni fogok belül, mert szeretem az embert. Az utánam jövők majd lehetnek már engedékenyebbek. Ha a Szentírás megvalósul a maga teljes igazában. Nekem egy régi riporter, egy atyai barátom, a Kovalik Károly jut eszembe, hogy ő mondta azt, hogy tulajdonképpen amikor valami nagyon jót csinál, akkor olyan, mintha sütne a füle, hogy így meg kell fognia a fülét, és hogy annyira jó érzés, tehát valami melegség önti el. Neked itt a filmnél érezted, hogy itt valami nagy dolog születik? Én azt éreztem, hogy ez a figura borzasztóan közel áll hozzám. Az a fajta szelíd intellektus, amivel ezt a Loyolai Szent Ignácot, a Zsolt felruházta, az hozzám nagyon közel áll civil életben is. Az, hogy halk szavakkal, bölcsességgel, kicsit letisztultabb egyéniséggel sokkal több mindent lehet elérni adott esetben, mint hangos szavakkal. Ez szerintem sajnos a mai világban nagyon aktuális. A filmben többször is előfordul az, hogy imádkozol, hát egy szenttől ez nem véletlen. Na most úgy imádkoztál, hogy én is majdnem imádkozni kezdtem. Vajon a civil életben te, neked mennyi közöd van a valláshoz? Civil emberként is abban hiszek, hogy folyamatos megújulásra van szüksége a katolikus egyháznak is. Ez a középkorban különösen fontos volt, de még a mai napig is. Tehát, hogy a külsőségekkel szemben a belső értékeket, a belső mondani valót helyezzük előtérben. Ezt én nagyon fontosnak tartom. Hát itt most nem tudom pontosan, hogy helyeden ülte, de ült itt a Bér Miklós, a Váci püspök, dr. Bér Miklós, aki hasonlóakat mondott egyébként, és én szerintem nagyon sok érdekes kezdeményezésük van. De hát térjünk vissza az angyalunkra, Anna Máriára. Egy magyarázattal tartozol, ugye, hogy az a neved a papírokon, hogy Húros Anna Mária, mégis mindenki Dórinak szólít, és akik Dórinak szólíthatnak, azok nagyon büszkék, mert azok azt jelentik, hogy egy bizonyos körön belül kerültek. Miért vagy te Dóri? Szóval a szép név az az Anna Mária. Az nagyon szép nyomtatásban, mert jó hosszú, és mindjárt rám irányítja a figyelmet, de a Dóri az meg úgy görög, és én, ha rám nézel, akkor én úgy görgök. Időnként nagyon beerősödik a görgés, és akkor lehengerlő is tudok lenni,
De hát a Dóri az a Kanizsai Dorottyából származik, mert én Nagykanizsán születtem. Uh-huh. És a Csokonainak volt a verse, a Kanizsai Dorottya. De azt most, hogy a Csokonai mit mondott róla, mert azért a Csokonai az cikizi ezt a szegény Dorottyát, de persze, most nem is idézem, pedig baj, tudnék, hogy... De mondhatnék mást is. Igen? A főiskolán én valamikor nagyon vékony, 70 kilós leányzó voltam. A diplomázás úgy megtöri az embert, úgyhogy rózsaszín farmerba jártam, fehér kis bundába, és akkoriban volt egy nagyon híres manöken, a Spac Dóri. Uh-huh. És engem elneveztek Spacikának, aztán Dórikának. Úgyhogy uh-huh. ez a kettő. Ja, hogy te kaptad ezt, mert hogy én... olyan divatosan öltözködtél. Hát igen, olyan vonzó voltam vékonyan. Zsófiról, Stelli Zsófia. Ez a Stelli, ez egy nagyon érdekes név, ugye, mert hosszasan gondolkoztam azon, ugye, hogy ez két L után van egy Y, tehát ez lehetne dupla L, Y is, tehát hogy Stelli, tehát ez Stelli, magyarázata szorul, majd az Ádám is jön egy magyarázattal, ne félj. Szóval? Az a szörnyű igazság, hogy nincsen adatom, hogy milyen eredetű a név. De akkor Stellinek kell ejteni, Stelli, az biztos, Stelli. Igen. Igen, találkoztam családfakutatóval, aki teljesen el volt alélva, és fel is ajánlotta a segítségét, még nem volt érkezésem. Uh-huh. Annyit tudok, hogy... Mármint, hogy azért ajánlotta fel, hogy esetleg moziba vigyem, vagy... Nem. De hát ez most az előbb ebben benne volt, na mindegy, jó. Úgy csinált, mintha nem értettem volna, igen. Minden esetre nagyon sokak figyelmét felkelti ez a vezetéknév. És ami még érdekesség, hogy Magyarországon még egy fiatalember tudok, aki így írja a nevét. Igen. Föl is vettük a kapcsolatot egy jó pár évvel ezelőtt. És ő így is ejti a nevét? Tehát igen, 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 igen. Föl is vettük egy pár évvel ezelőtt a kapcsolatot, és megállapítottuk, hogy nagy a gyanú, hogy mi rokonok vagyunk, vagy valami uh-huh. szegről, végről rokonság van, de többet én se tudok. Uh-huh. Na most a ruhád ugye az egy kis magyarázatra szorul, mert ugye 18 címmel mutattatok be egy darabot, ami nagyon látványos darab, de hát sok katonaruha is van benne a fiúk részéről. Mit jelez ez a 18? Mármint ugye a címe. Hát 18, hála Isten, értelemszerűen az 1918-as történéseket foglalja magába, ez Andrássy Attila darabja, ő írta, ő rendezte, pontosan azzal a céllal, hogy egy kis szűzsét kapjunk arról, hogy mik történtek akkoriban, és ennek a darabnak az a célja, hogy minél több helyre eljuttassuk. Nagyon érdekes tudni szerintem, és én ezen nagyon meglepődtem, hogy például Szerbiában, délvidéken nem úgy tanítják ezt a történelmi fordulópontot, mint ahogy nálunk. Most itt tulajdonképpen az őszi rózsás forradalom, vagy még a tanácsköztem még előtte? Tehát még igen. A háború utolsó... Pontosan a háború utolsó három napjáról igen. szól a darab. A felfordulásról, az ország földarabolásáról. Dóri, te mit mondasz erről? Mert a jelmezek azok nagyon érdekesek, mert a nők azok nagyon elegánsak, a fiúk azok meg többnyire katonaruhák. Neked hány embert kellett nagyon öltöztetned? Nagyon sok munkámba került. Amíg én kiderítettem, hogy milyen katonaruha, hogy milyen a posztó, rettenetesen sok volt, milyen kitüntetés van. De én a baroneszt imádom, aki itt ül, mert baronesz az a szálakat bogozta, meg összekeverte, megjelent különböző ruhákban, és a baronesz ott volt. Ez a ruha, ez gyönyörűen táncol, persze akkor, hogyha a baronesz benne van. Nagyon szerettem a díszletet, ami különben kiállításon is volt, a Kulisszatitkuk című Vigadó Béli kiállításon, amit a Magyar Művészeti Akadémia szervezett. Csak paraván volt, 6 darab paraván, és mindent megoldott. Uh-huh. Tiffany technikával készült, hát mostanában bele vagyok szeretve a Tiffanyba, meg régebben is. És na de az egy nehezebb, az egy bonyolultabb technika, az egy igényes technika, nem? Tehát de hát én leegyszerűsítettem. Hát ja, értem, nem értem. Lehet semmit se úgy, ahogy tanul az ember. Mindig kell valami könnyedség, valami szellem, valami olyan, ami nem odavaló. És ez összejött vele. Uh-huh. Azt mondjátok meg, hogy egyébként a
Dóri mennyire, hogy is mondjam, igényes vagy maximalista? Többször dolgoztam a Dórival, és egészen különböző korban játszódó színdarabokban, és hát csak maximálisan pozitívan tudom elmondani. A Dórinak nagyon határozott elképzelése van, ugyanakkor nagyon nyitott a színész iránt, tehát mindig megkérdezi, hogy mi az, ami nem úgy áll, mi az, ami nem esik jól. Tehát, hogy mi mindig a lehető legnagyobb összhangban dolgoztunk, azt el tudom mondani. Talán meg tudjuk majd mutatni fotón a gyönyörűséges kolozsvári bíró, a Mátyás királyról szóló színdarabban, vagy a Funtinelli bosszor. Tehát az egy rossz fiú, az egy negatív szerepet. Az egy rossz fiú, kivéve amikor Kolozsváron játszottuk, akkor mondtam, viccesen most összejátszottuk, hogy a gyerekek, valami rejtett pozitív tulajdonságot találjunk már a kolozsvári bíró, mégiscsak itt vagyunk Kolozsváron, mindegy, ez csak vicc volt. Szóval, hogy a Mátyás király, de egész máskorban játszik, a Funtinelli boszorkány, aminek egyszerűen zseniális, számomra zseniális díszletet talált ki a Dóri, és a jelmezeket is nagyon élveztük, a maszkot, hát emlékszel, igen, hát az igen. Nagyon erősen karakteres maszk, nem, hoztam nem ismertek, igen, igen, és nem ismertek meg kollégák, tehát amikor ott a premier volt, utána fönn a büfében álltam, és oda szólt egy kollega, hogy te is nézted az előadást? Na, hát igen, igen, végül is néztem. De ez hogy is mondjam, ez azért egy különleges dolog. Persze, tehát nem abból indulunk ki, hogy rosszak az emberek egymással a színházban, de nagyon kritikusok. És én nagyon kevés olyan emberről hallottam, meg nagyon kevés emberrel találkoztam pláne, akiről a háta mögött is ennyire szeretettel, meg pozitívan nyilatkoznak. Mert sokszor az van, hogy hozzátesznek egy det, hogy igen, hát jól csinálja, de, vagy de. És a Dóriról egy fél mondatot nem hallott. Ilyet. Szóval lehet benne valami, meg lehet ez az angyali titok benne valószínűleg. Anyukám nevelés. Igen. Ha már említetted a kolozsvári bírót, ugye a Mátyás király darabból, akkor azért itt hadd büszkélkedjek, hogy itt a tanult kollégámon, itt egy ilyen Mátyás király, hát nem babér, hanem tölgyfakoszorú van, akkor gyorsan magyarázzuk el a tölgyfakoszorút. Egyébként én nekem ez teljesen babérkoszorúnak tűnt egészen addig, amíg a kezemben nem fogtam, és aztán láttam, hogy ilyen makkok is vannak a végén. Babérkoszorú azt mondja, hogy nagyjából tudjuk, hogy az ősidők óta mi volt, de hát az, hogy tölgyfa levélből koszorú, azról elég keveset tudok, én legalábbis. Magyar király volt, miért lenne babérkoszorú a fején? De ez egy hosszas kutató munka volt, nem egyedül csináltam, hanem a Kalapos Gizikével, aki az összes, azokat is ő csinálta. És ő csinált egy ilyen komoly koszorút a Mátyás királynak, és ő találta meg végül is, hogy tölgyfalevélből kell. És akkor én olyan boldog voltam. Elmondtam mindenkinek, hogy ő találta ki. Mert hát kell az embernek a segítség. Én egyedül nem megyek semmire. Ha nincs varónő, ha nincs az adott színháznak a öltöztetője, ha nincs a sminkes, akkor viszont én egy szál magam ott állok és mosolygok, és próbálok mindent megtenni, de hát nem egy személyes munka. Ha már Mátyás királynál tartottunk, hát ez egy érdekes dolog, ugye, hogy az új színházban az igazgató játsza Mátyás király, tehát a Dörner György. Megkérdeztem az igazgató urat, aki hát elég elfoglalt ember, és akkor, amikor mondtam, hogy de most a Húros Anna Máriáról, a Húros Dóriról kell mondanod valamit, akkor azonnal ráért, és nagyon aranyosan a következőket mondta. Húros Dóri korunk egyik kiemelkedő díszlet és jelmeztervezője, nem véletlenül halmozzák előtt munkákkal a különböző színházak. Egy pillanata sem lakad a lelkesedése, az odaadása a munkájáért. A társulatért mindig felső fokon teljesít. Emberként és alkotó művészként egyaránt. Sose mondta. Igen? Ádám, te is örülnél, hogyha ilyeneket mondana róla, igen. Nem? Igen. Az eddigiek alapján én mindig azt láttam, Dórin, hogy van rajta egy ilyen szent megszállottság, amikor elkezd dolgozni, és annak érdekében bármit, energiát, saját energiáját nem kimélve megy előre és csinálja. Na de most figyelj, az téged nem zavar, tehát nem volt olyan, hogy a fene egye meg, hát ez már túlzás, hogy akkor ne így álljon a toll a kalapodon, hanem úgy álljon, vagy ne hátra, hanem előre. Szóval hát ez nem ilyen túl aprólékosnak tűnik, túlságosan maximalistának néha? Én nem vagyok egy kényes gyerek, úgyhogy engem elég nehéz kihozni a sodromból. Viszont Dóri sem egy nehéz alkat, úgyhogy az az igazság, hogy az ő által a rám álmodott jelmezek, azok abban a pillanatban jók voltak, amikor meghozta Dóri őket. Tehát, hogy így nem volt ezzel egy másodpercre sem probléma. Sőt, emlékszem, a 18-nak az első ruha próbája úgy zajlott, hogy Dóri elő
kapta a 4 jelmezt, felhúzta rám, és jó, akkor ez így tökéletes, és akkor még egyet-kettőt kellett egy picit igazítani rajta. Mm. Nagyon jó és nagyon könnyű munka volt Dórival. Van olyan alkati jelleg, amire könnyebb jelmezt tervezni? Tehát, hogy nagy darab, vagy kis darab, vagy stb. Vagy az a fizimiskától függ, vagy mitől? Tehát ugye mindig az adott személy az, akire azért tervezed, nem? Tehát beleálmodod. A darabnak tervezünk, a darabbéli jellemnek, és az, hogy ott van a színész, akit ismerek, vagy nem ismerek, akit sose láttam, és akkor is meg kell terveznem a ruhát, de mindig találkozom a színésszel, mindig megbeszéljük, és közösen döntjük el. Mondom, én ezt szeretném, én ezt lentről látom, és tudom, hogy így van, de hogy te jól érzed-e magadat benne, és hogy hozzuk-e azt, amit a rendező elvár. Uh-huh. Egyszer volt egy nagyon helyes dolog, hadd mondjam el. Kerény Imrét én nagyon szerettem. Sokat dolgoztam vele. Kerény Imrével? Igen. Október 23-ai ünnepség van. Ott vagyunk a parlament előtt. Kapok egy SMS-t. Pozsgai volt az egésznek a rendezője, Pozsgai Zsolt. Bocsánat, azt hittem, hogy Kossuth díjat kaptál, és nem SMS, de... Nem. Kaptam a Kerényitől egy SMS-t, remekek a ruhák. Ennyi. Mm. És ott ült előttem 3 méterre, mert én csak azt néztem, hogy milyenek a bejátszások, és hogy a színészek jól vannak-e felöltözve, és nem fagytak-e még, mert nagyon hideg volt. Na most, ha már említetted Pozsgai Zsoltot, aki ugye a rendezője a Megszállottak című filmnek is, őt is megkértem, hogy mondjon rólad 2 mondatot. Hát meglepődtem, mert ugye őt nagyon régen ismered, és az, hogy 18 éves kora volt, azt nem is gondoltam volna. Tehát a következőket írja. Húros Anna Mária az örök élet titka. 18 éves voltam, amikor a Pécsi Nemzeti Színházban megismertem őt. Akkor is ugyanúgy nézett ki, ugyanúgy mosolygott, és ugyanilyen tehetséges volt, mint most. Azóta eltelt 40 év, sok-sok közös munkával, és ugyanazt látom rajta. Ez azt jelenti, hogy van remény az örök életre. Ez a Zsolt, Zsoltnak a nagyon költői volt. Balázs Péter, vajon miért szeret téged ennyire? Mennyi mindent csináltál a Szolnokon? Én valójában a pályámat Szolnokon kezdtem. Igaz, hogy akkor még nem a Balázs Péter volt az igazgató. Életem első 3 éve művészetben, színházban eltöltött éve ott volt. És Pál Pistával dolgoztam, aki aztán a később főrendezője is lett a dolognak. Igen, Kerényi úrral is dolgoztam. Pál Istivel. Ez azért érdekes, mert én az univerzitásban, csak úgy mondanám, hogy engem felvettek az univerzitásban, de aztán mindegy, kimaradtam, mert elkezdtem bedolgozni a tévébe, újságíróskodni, és a Pál István vett fel. Én nagyon szerettem a Pál Istvánt, és ő egy fantasztikus rendező volt, igen. És hát sajnos nagyon korán meghalt. No, és akkor voltak az igazgatóváltások, én valahogyan elkerültem Pécsre, a Szegvári Menyhért volt, aki nagyon szeretett engem, nem tudom miért, mert valamit láthatott bennem, hát rendesen szokott velem kiabálni, a Lang Györgyi meg ilyenkor mindig jött, hogy ne bántsd már annyira, de csak mindig a darab érdekébe bántott, volt, hogy bőgtem, mint a fiaszamár. Úgy, rendesen. És utána mindig nagyon jó volt minden. Na, és akkor elkerültem Pécsről 11 év után, ahol mindent én terveztem jóformán, és újból meghívást kaptam Szolnokra, de akkor már a Balázs Péter volt igazgató. Radó Dönizzel dolgoztam sokat, a Péter is nagyon... A színésznő, aki rendezi is, tehát igen, igen. A La Mancha lovagját vele csináltam, a Szálakakuk fészkére,
az Olivert, hú, az fantasztikus volt, mozgott minden, átlátszó volt minden, népség, katonaság benne volt a darabban. Nagyon élveztem, nagyon. Tehát te tulajdonképpen nagyon élvezed ezt a dolgot végül. Igen. Is. Akkor ez egy olyan, hogy végül is a hobbid is ez lenne? Tehát, hogyha nyernél 1000 millió forintot, akkor erre költenéd, hogy dolgozzál. Nem lenne elég az 1000 millió, de, nem lenne, de meg kell dicsérnem a Szolnoki Színházat. A Naftalin csináltam a Balázs Péterrel utoljára, de fergeteges komédia volt. Életemben ennyi biztatást nem kaptam. Olyan szép dolgok készültek, olyan holmik, hogy én magam is csodálkoztam rajta, és nagy siker volt. Már csak azt kellene elmondanod, hogy ennyi helyen vagy egyszerre, hogy ezt hogy tudod megoldani, mert hát amikor Szolnokon készítitek a darabot, akkor ott Szolnokon kell kvázi laknod, nem? Én most Szolnokon egy pár napig nem tudtam veled találkozni Pesten. Haza lehet jönni. Bocsánat, ha főpróba van, akkor én vidéken vagyok. Uh-huh. Ha nincs főpróba, az autópályán vagyok. Tehát akkor minden nap hazajössz, tehát nem akarsz ott... Nem minden nap jövök haza, csak ha vásárolnom kell valamit, mert én az utolsó nyakláncig megveszem a dolgokat. Most néztem jelentőség teljesen a Zsófira. Igen. Úgyhogy van nehéz segítsége. Nehéz egy olyat találni, például ezt kitaláltad, nehéz. És nehéz volt ezt nehéz. Megtalálni? Összeválogatni volt a nehéz. Igen? Igen, mert mindent különböző helyen kell. És soha nem kötsz kompromisszumot, azt mondod, felejje meg, ez már megvan a fiókban, akkor inkább rárakjuk, nem? Nem, a fiókban sok minden van, de sosincs kompromisszum. Személyeskedek veled, kedves Dóri, mert ugye tegnap találkoztunk és beszélgettünk erről a műsorról, és akkor még teljesen más fiúdvár volt, akkor még ilyen lapos és ilyen pici kis varkocs volt összekötve, és azt mondtad nagy lelkesen, hogy hát most egy új frizurád lesz, úgyhogy hát én gratulálok a frizurádhoz, de azért magyarázd el, hogy ennek a frizurának van-e valami mondani valója. Világéletemben fölfelé álló hajú voltam, kivéve az első 8 osztályt, amikor fenékigérő coffom volt anyukám hatására. Aztán általában fiú szerepeket kezdtem játszani az általános iskolában, és akkor levágattuk a hajamat. Mert ugye színkör, meg mindenféle színjátszókör az működött. És én sose tudtam, hogy most színész legyek, vagy rendező legyek, úgyhogy a rövid hajam megmaradt. Aztán múltak az évek, most látom, hogy mennyire jó mindenki ilyen fölnyírt hajjal jár. Nekem 3 forgón van, és az ilyen kakastarészerűen fölhúzza a hajamat. Nekem is már ilyen, bocsánat, vele. Hogy a kakastaréra emlékeztet egyébként, szóval tényleg ilyen. Ez olyan, igen. És ez egy ilyen fodrászati eredmény? Tehát ez egy jó vágás eredménye. Értem, hát ez fantasztikus. Amúgy növesztem a hajamat, mert egyszer szeretnék már én is nőjesen kinézni. De jó Isten, na most akkor, ha már a hajadról itten ennyi mindent elmondtunk, akkor légy szíves azért az öltözetedről, például az nagyon érdekes, hogy ilyen fényes, hát nem tudom, hogy nejlon anyag, vagy nem tudom mi az pontosan, lakanyag, amiben végződik a nadrágod, aztán a nyakláncod sem semmi, akkor van egy ilyen nagyon érdekes masnira kötött sál, van egy ilyen drágakörnek kinéző komoly készleted, ilyen karkötőkészlet, és van egy tenisz ilyen, mire ez egy mondjam, egy tenisz csuklószorítód van, nem a másik kezeden az. Igen. Hát vagy legalábbis arra emlékeztető. Na légy szíves, ehhez valami magyarázatot. Erre a kezemre estem rá, 2 hétig nem tudtam vezetni, Békés Csabán dolgoztam, sofőr hurcolászott. Még igazán nem jött helyre, mert nem mentem orvoshoz. A nadrágom rövid lenne, ha nem lenne rajta ez a fodor, úgyhogy rátettem. Nagyon szeretem a fekete lakot, lakkacipőm is, látod? Igen. És van olyan kabátom, hogy lakból van 3 darab csillag, mert ennyi futotta a varónőtől. Tehát nem 5 csillagos vagyok, nem csak 3 csillagos. Tehát akkor felhasználod a maradék anyagokat is, ugye? Igen. De amikor a díszleteket tervezed, vagy pedig amikor a jelmezeket, akkor nem gondolsz maradék anyagra, hanem akkor ott mindent bele. Maximálisan a anyagfelhasználásra kell, a legmaximálisabb anyagfelhasználásra kell törekedni, mert hogy kevés a pénz mindenre. Uh-huh. És ha én elrontok valamit, azt ki kell dobni, azt még egyszer meg kell venni. Uh-huh. Úgyhogy ott vigyázok nagyon, de azért ilyen kis darabka, az mindig marad.
Ádám, te most már nagyon régen vagy a szakmában, nem akarlak öregíteni, de szóval te már egy nagy név vagy a szakmában, aki nagy tapasztalatokra tett szert, hogy vajon a személyisége egy díszlettervezőnek vagy egy jelmeztervezőnek. Van olyan díszlettervező, egy jelmeztervező, aki egy kis ilyen hát falon vagy üvegfalon keresztül érintkezik igazából a színészekkel, és van olyan, aki egészen közel megy, szóval te melyik típust szereted jobban, hogyha ezt ilyen tipizálásnak lehet nevezni? Nagyon jó, amit kérdeztél, mert összetudom foglalni, amit eddig a Dóriról beszéltünk, hogy miért volt talán a legharmonikusabb a mi együtt munkálkodásunk az évek folyamán, mert amit én nagyon szeretek, hogy a Dóri szenvedélyesen szereti azt, amit csinál. Sokakra jellemző, de nem mindenkire. Kettő, az a maximális szakmai alázat, amivel hozzááll. Én ezt egy színészre lefordítva ugyanezt tartom követendő példának. És a másik, a legfontosabb, harmadik legfontosabb, az a nyitottság. Tehát ha én pontosan tudom, hogy mit akarok, már pedig a Dóri ilyen, akkor bátran lehetek nyitott a színész felé, a színész véleménye felé. És ez a három dolog, ez valami olyan harmóniában egyesül a Dórinál, hogy na, mindig a legminimálisabb zökkenőse volt a mi közös munkáinkban. Mindig megtaláltuk a közös hangot. Úgyhogy én ezt ennyit tudok erről a dologról elmondani. Nagyon fontos, hogy a színész komfortosan érezze magát, hogy egy jelmez, ez is közhely, de azért elmondom, hogyha főleg, hogyha egy középkori jelmezt kap az ember, azt fölveszi, abban a pillanatban elkezd másképpen viselkedni. Olyan gesztusok jönnek elő, ami a civil életében soha. Tehát, hogyha én most felvenném ezt a kalapot, akkor másként viselkedni? Egész biztos vagyok benne. Ettől eltekintek, Ádám. De ha csak azt a koszorút, akkor az is. Az a baj, hogy igen, ezt a... Igen, 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 tölgyfa tehát, koszorút, hogy, igen. Tehát, hogy ez ezért fontos. Tehát, hogy a Dóri személyisége, az alázat, amivel hozzááll a munkájához, és a nyitottsága, a színészek, a külső emberek iránt, munkatársai iránt, ez mind-mind átjön. Uh-huh. És ez valami fantasztikus nyugalommal és békességgel tölti el a közös munkát. Hadd meséljem el a Szikla Bélát. Ádámmal fantasztikus találkozásunk volt. Én csak egy olyan kis, hogy mondjam, kődobó verseny, vagyis, hogy hívják, malomkődobó verseny volt. Ez szintén a Mátyás királyban, és különböző fellépők voltak, a Szikla Béla, Ordító Lajos. Ja igen, mert azt áruljuk el, hogy több szerepet több játszik szerepet, a Mátyás igen. Na, milyen tájékozott vagyok, Ádám, csak szeretném, hogyha igen. És óvatosan megközelítettem az Ádámot, hogy csináltam neked izmokat. Már eleve nevetett. És utána ráadtuk mindent, kitömtük, már az én pólóm is rajta volt, már minden rajta volt, beszűkítettük, ilyen gyönyörű nagy combjai lettek, de a sminkkel még nem törődött senki se. És Ádám volt az, aki elment Erzsikéhez, az ottani színházi fodrászhoz, és gyönyörűen megcsináltotta a haját. Hasonló volt, mint az enyém, de itt is volt neki mindenféle. Nagyon, az nagyon tetszett, igen. Megláttam, és a malomkővel van, egy fotó, igen. Én meg elhoztam az eredeti rajzot, hogy milyen, tehát Ádám sokkal jobb lett a rajznál. Igen, ez egy érdekes dolog egyébként, hogy vannak ilyen nagyon, most ugye, mint szent embert is kérdezlek, ugye, hogy vannak ezek a nagyon pozitív szerepek, és akkor vannak ilyen, hát ez egy ilyen, ez a kődobáló, ez egy kicsit hülye, márhol szabad mondanom, aztán van a kolozsvári bőrök, mint gonosz, tehát ezekre úgy szívesen átállsz, tehát nem akarsz mindig ilyen szent életű hős lenni? Sőt, persze, hogy nem. Hát a színész annak örül, ha minél többfélét játszik, és többek között Dórinak köszönhetően is, hát nagyon sokfélét játszom egyszerre, és hát ettől vagyok én boldog, meg teljes. Lubickol benne. Igen. Na jó, hát egyébként te láttad azt a hasat ott a zöldözőben, amit azt a Dóri adta nekem, tehát az nem a saját hasam volt, csak azért, hogy tudja. Na, Zsófi, ilyen ruhát azt manapság hordanál egyébként? Mert én úgy látom, hogy a kalap kivételével, vagy ha nem lenne ennyi cucc, de akár a kalappal együtt is, mondjuk egy színházi premierre el lehetne menni ebben, nem? Egyébként, de egy kicsivel visszafogottabb vagyok, nem vagyok ennyire extravagáns, de nagyon szeretem az ilyen női holmikat. Uh-huh. Úgyhogy valami kis aranymetszés mentén
elbírnám őket viselni. Na most figyelj, ez a 18, ez egy ilyen nagyon érdekes történelmi fordulat helyzetről szól, ugye? És hát a te háttered az is nagyon érdekes nekem, mert itt azért neked is vannak fordulataid. Elárulhatom azt, hogy itt a színészet mellett mi mindennel foglalkozol? Na természetesen, persze. Mert úgy tudom, hogy valamilyen ilyen klubot vezettél, és most már elvállaltál ilyen magyarul charlingereskedés, tehát hogy pincérként is dolgozol azért, hogy a művészetnek élhess többek közt. Ez valóban így igaz, hosszú-hosszú éveken keresztül vezettem a Szimpla Kertben egy vízipipapultot. Azt nagyon-nagyon szerettem csinálni. Mert azt tisztázzuk, hogy a vízipipapultban ott nem valamiféle ilyen kábítószer van, hogy nem tudom, heroin, meg LSD. Lévén, hogy illegális, ezért nem. Nem. Ez egy teljesen. De abban dohány van, vagy mi van? Vízipipa dohány. Ez egy ízesített, nagyon finom, kellemes, aromájú füstöt képez. Te is vízipipáztál? Akkor ezek szerint kipróbáltad. Kénytelen voltam. Hát, de az ember nagyon rövid úton el tudja veszíteni a lelkesedését. Hogyha... Na de várjál, ott te adod az anyagot a vízipipába, nem? És olyan nincsen, hogy azt mondják, hogy hát ez nagyon-nagyon-nagyon rossz. Tessék szívesen, főnök azt, hogy megkóstolni, ez nem olyan jó. Hogy ne lenne, ilyen benne. Mindig van. És akkor neked kell beleszippantani és megkóstolni? Vagy, természetesen. Vagy leheljen rám, vagy fújja rám a füstöt, vagy nem, valami ilyesmi. Nem, volt ilyenre is példa, nyilván akkor meg kell kóstolni, megpróbálni elmagyarázni, hogy ez miért nem rossz. Ha ez nem sikerül, akkor csinálni egy újat. Vagy tehát ez félig meddig ilyen gyógypedagógiai munka is, ugye? Vagy ezt mint te nem a vendéglátás. Értem. Na, és akkor hogy jött az, hogy azt mondtad, hogy na most akkor te felszolgálsz? Hát igazából ez roppant egyszerű. A világéletemben két lábon álltam, színészkedtem és vendéglátással foglalkoztam. Nemesen egyszerű okból kifolyólag. Én nem bírom a bizonytalanságot és a gyomorgörcsöt. Tehát az anyagi biztonságomért mindig 100%-osan megtettem azt, amit meg lehet tenni, viszont ez a vízipipapult olyan szintű energiát és időt és koncentrációt igényelt, hogy és nem hát az tudtam. Idegrendszeredet gondolom azért. Az idegrendszeremet, hogy nem tudtam, tehát inkább a színészettől, a színháztól, a forgatásoktól vette el az időmet, energiámat, koncentrációmat, és mondtam, hogy ezt nem engedhetem meg magamnak, mert 10 év múlva egy kávéház sarkában fogom kevergetni a kávémat, és azon fogok töprengeni, hogy mi lett volna, ha. Uh-huh. Úgyhogy így szépen felmondtam, letettem a lantot, és hagytam magamnak pár hónap szünetet, hogy megnézem, milyen az, amikor nem foglalkozom vendéglátással, rettenetesen hiányzott. A pörgés, a nyüzsgés, az emberek, az emberi interakció. Bármennyit is színházaztam, bármennyit is forgattam, egyszerűen szeretem azt is csinálni. És akkor itt találtam egy nagyon kedves kis éttermet, egy régi szimplás. Elárulod? Igen, a Semmi Extra nevű éttermet. Az hol van? A Móri Zsigmond körtéren. Igen. Hát elmegyünk oda majd, jó? Hát gyertek is. Összesporolunk egy kis pénzt, és elmegyünk, jó? És akkor ott olyan van, hogy szavarsz nekünk, mert van ez az opera étterem, tudod, ahol énekelnek. Igen. Na és akkor a Belcanto, azt hiszem úgy hívják, akkor tehát lehet azt kérni, hogy szava is, vagy azt azért nem? Hát ha jöttök és kéritek, akkor menüárban szavalok. Jelmezbe. De minden esetre ez tényleg még egy kérdést engedj meg erről, ez egy kicsit indiszkrét lesz, hogy tulajdonképpen te többet keresel a vendéglátásbeli munkáddal, mint a színészi munkával? Nem. Nem? Nem. Hanem csak ez a kiegészítés? Nem is a kiegészítés, hanem szerintem az egy színész számára ismert tényező, hogy nem mindig lehet kalkulálni. Ha nincs egy állandó társulat, egy közalkalmazotti jogviszony, akkor egyszer hopp, másszor kop. Egyszer csináltam egy ilyen filmnek az átdolgozását, a magyar átdolgozását. Angliai áruházi eladókat képeztek Angliában, és onnan hoztuk, hogy az itteni továbbképzésen segítsen. És nagyon érdekes volt, hogy a pasi azzal kezdte, hogy uraim és hölgyeim, ez egy szerep. Tehát hogy ez egy szerep, tehát ha úgy tetszik, akkor ez egy szerep. Na most kíváncsi vagyok, Ádám, hogy te mennyire értesz egyet azzal, hogy ez egy szerep, tehát hogy ott nem saját magamat viszem, hanem ott el kell játszolom ugyancsak egy szerepet, ha pincér vagyok, ha kalauz vagyok, ha stb. Tehát amikor találkozom valakivel.
És még ez egy nagyon nehéz szerep, én nekem nagyon magasak az elvárásaim, mert ez ügyben nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogy milyen egy jó pincér, milyen egy jó eladó, hogy mennyire legyen empatikus az a kuncsavtal, viszont távolságtartó is, tehát ez egy baromi nagy, és hogyha ezt valaki betanítja, szerintem egy jó ötlet. Én ezzel maximálisan egyetértem. Én amikor egyetemista voltam, akkor nyáron dolgoztam, apukám beteg lett, és akkor eléggé sokat kellett úgy összegyűjtenem, hogy rendesen éljek, és akkor elég jó pénzeket lehetett keresni a Balatonnál, megmondom őszintén. Úgyhogy de nem voltam annyira nagy pincér, szóval azért három tányért tudtam vinni, meg ilyesmi, azért nem lennétek büszkék rám, de olyan vendég vagy, aki ilyen gizda vendég, akkor nem? Szóval te aranyos vendég vagy? Szóni, kifejezetten. Hát figyelj, egy gizda vendég sem mondja azt magáról, hogy gizda vendég vagyok. Te találkoztál gizda vendéggel mostanában? Hogy erről nem nyilatkozol, igen? Van minden. Na jó, szóval te egy aranyos pasas vagy, aranyos vendég vagy? Van egy-két törzs hely, ahova járunk ismerősökkel, barátokkal, és minden pincér barát név szerint ismerem őket. Akkor erről szó nincs. Te mennyire vagy halkszavú, ez nekem ez nagyon érdekes, hogy én úgy tapasztalom, szóval soha nincs, hogy felemeled a hangod, vagy rácsapsz az asztalra, vagy azt mondod, hogy de kérem, vagy akár egy vendéglőben. Egy vendéglőben nem csapok az asztalra. Nem? Igen. Általában halkszavú vagyok, színházban se csapok az asztalra, én megkérem őket. Úgyhogy a étterembe is megkérek valamit, vagy megyek és elintézem. Egyszer csaptam nagyon, meg kiabáltam is, de akkor igazam volt. Az egy étteremben volt, vagy, az a munkában? Volt, a munkában volt. Életemben egyszer, és nagyon szégyeltem magamat utána, hogy én de azt mondják, hogy a főnökkel kiabáltál, vagy valamelyik csapattaggal? Az én csapatommal. Tehát a te csapatoddal kiabált. Tehát mármint, hogy a díszlettervezői és a varró csapattal. Általában soha nem emelem fel a hangom, és nem is tartom jónak. Idegen helyen ne kiabáljon az ember. Ha éppen kirobbanni való kedvem, menjen ki az utcára, aztán robbanjon. De a másik ember tisztelni kell, hogy ott ül mellettem, hogy jól érezni akarja magát. És én velem a pincérek is helyesek, ha már arról van szó. Na most a, igen, parancsolj. Bocsánat, csak még egy dolog eszembe jutott a Dorival kapcsolatban, hogy kevés olyan jelmez díszlettervezőt láttam, aki annyi próbát néz, tehát aki annyira együtt lélegzik produkcióval, mint a Dóri. A filmforgatáson is nagyon sokszor volt velünk a Dóri, szinte éjjel-nappal, és borzasztóan jól esett, amikor mondjuk volt egy ilyen meghatóbb jelenet, és utána jött oda, és törögett a könnyet, és mondta, hogy hú, ez milyen. Tehát, hogy valóban együtt lélegzik egy produkcióval, ez borzasztó sokat jelent a de ez tényleg számára. Egyébként ez, hogy az embernek ez a hobbija, meg hivatása, ez akkor megy igazán tulajdonképpen. Ugye a Dörner György azt mondta, hogy hát szétkapodják a Dórit, ezt lehet, hogy egy kicsit ilyen aggódva mondta, hogy azért jusson elég ideje az új színházra, de azt viszont jó lenne, hogyha elmondanád, hogy hogy van ez, hogy te végül is nem promotálod magad, és mégis egy csomó helyről újabb és újabb ajánlatokat. Az Békés Csabát azt még nem is említettük, hát ott is komoly munkáid vannak. A rendezőt hívják. A rendező viszi magával a tervezőt. Így kerültem én a Radon Ülisszel le Békés Csabára, a My Fair Lady-t csináltuk. Radon Üliszt nagyon régen ismerem, még akkor, amikor Pécsett főiskolásként az Elvesztett Paradicsomnak a főszereplője volt. Sose felejtem el a Mensáros László, Szegvári Mennyért és a fiatal Radon Üliszt. Ez nagyon érdekes egyébként ez a Radon Üliszt, már bocsánat, hogy ha szabad ilyen őszhajjal, tehát pasiként is, meg művészként is, már mint nézőként értékeljem, hogy remek színésznő, remekeket rendez, szép nő, vonzó nő, tehát egy abszolút egy sztár alkat, és mégis azért, mert nem Pesten van, azért egy picit egy lépéssel valahogy szerényebb a publicitása, mondjuk így. Én mindenhol jó hírét keltem, gyönyörű nő, és nagyon okos, felkészült rendező. Ő tud előre mindent. Mi a Dzsungel könyve most az utolsó darabom, amit Szolnokon csináltam, nyártól kezdve dolgoztunk rajta. Hol a Dönis jött hozzám, hol elmentünk valahova, és mindig fejlődött a dolog. No, de azt mondom, hogy sokkal nagyobb, bocsánat, hogy ezt a szót használom, hogy sztár lehetne, hogyha ő most Pesten lenne. Nem biztos. A vidéki élet épp úgy kitermeli a maga jó színészét, jó rendezőjét. Még ő megy mindenhova szinkronizálni, hát Ádám is mennyit megy szinkronizálni, mindenhol ismerjük a hangját. Hát, vagy úgy meg lehet oldani, mint a Magyar Kanizsai Színház, hogy Pesten játszik most már. Azt majd ne felejtsük el még egyszer elmondani, hogy hol lehet a 18-at megnézni, jó? Jó.
Akkor figyelünk. Radó Denis. Hát nekem a csúcs. A kislányból felnőtt nő lett, neki is van gyermeke, nagyon szereti a gyerekét. A gyerek a összes tulajdonságát örökölte, és mindenhol van, és föltalálja magát Angliába, Japánba, mindenhol. És na én büszke vagyok rá. Ádám, neked is van két gyermeked. A nagyobbik lány, ő most hova jár, mert ő főiskolás. Ő műfordító szeretne lenni, és angliztika szakra jár a Pázmányra. A fiú meg még gimnazista, hát ő ma jövőre érettségizik. Hanna a lány, Hanna. És Benjamin a fiú. Igen, ez nagyon tetszett Benjamin nekem, ez a Hanna, ugye, mert hát azért ez egy elég ritka név. Bár azt mondtad, hogy ez most már egyre gyakori. Ma már nagyon. Amikor ő született, akkor nagyon ritka volt, és édesanyám testvére is Hanna volt annak idején, nem Johanna, hanem Hanna. És hát a Benjamin, ő pedig a család Benjaminja, és őt viszont miután elneveztük, derült ki, hogy ez én apai ők nagyapám, tehát Lux Ágon, ő Lux Benjamin volt, és ezt mi nem tudtuk. Ez a Lux, ez nagyon érdekes név azért, ez a Lux is, ugye, mert a fényre használják, hogy a fény mértékegysége a Lux. Mondtam neked, amikor ezt szóba hoztad, hogy más, igen, más. Ezt én is most tudtam meg pár évvel ezelőtt, ugyanis CHS-sel írva, nem X-el, Hiuszt jelent németül, és onnan van a mi nevünk. Értem, az fantasztikus, mert én arra gondoltam, érted, hogyha mondjuk francia nemes lennél, akkor úgy lenne, hogy Adam de Lux, érted, és akkor, azt mondják, hogy én nem kérem a de Lux verziót, nekem jobb a sima, a Szedám, vagy nem tudom, hogy hívják, de akkor maradjunk ebben, és ha már itten így leltározunk, idézőjelben, ugye, akkor neked a barátod, vőlegényed, élettársad, ő is szakmabeli, ugye? Szegről végről, de igen. Hát azt mondtad, hogy operatőr. Nem operatőr, filmes asszisztens. Filmes asszisztens. Igen. Akkor én kérek elnézést. Film. Akkor film, hát igen. Hogy bűnbánatot gyakoroljak, itt van egy szent ember, ezért benne hagyom a műsorban ezt a hibát, és elnézést kérek érte, hogy rosszul emlékeztem. Nem tudom, hogy miért, de szeretem az operatőröket egyébként, mert azok meg tudják menteni a produkciót. Azt mondnánk nekem, légy szíves, hogy mik a terveid? Tehát itt most napi 24 órát dolgozol, kapod az ajánlatokat, szóval mondjál nekem 2-3 olyan dolgot, amit szeretnél. Van neked ilyen álmod, hogy nem tudom? Hát görgettem a sziklákat, hát igen? Mi kell még, persze. Értem. Most a Sisyphusra gondolsz? Igen. És mindent megcsinálok, mindent boldogan csinálok. Van egy színházi ruhagyűjteményem. Előbb-utóbb lesz belőle valami, hogy szép körülmények között be tudja mutatni. Egyetlen egy dolog van, hogy a ruhákat fel lehet majd venni, mert annyira megváltoztatja a ruha az embert. És akkor le lehet fényképezkedni benne. A gagyi dolgokat nem szeretem, tehát csak szép anyagból, csak minőségi módon megvarva, a belsejét lehessen megnézni a ruhának. Tudom, hogy a színház az olyan, hogy na, gyorsan össze vagyunk, beveszünk belőle minden, de ez nem így van. Ha az ember a kezébe veszi, akkor annak a tölgyfa koszorúnak méltósága van, ha te azt a kezedbe veszed. A kalap az viselőjét úriasszonyjá, dámává teszi. Szóval hát, úgy kell hát annyira méltósága van ennek a tölgyfa koszorúnak, hogy,
hogy én nem ismertem felvenni, mert uram, nem vagyok méltó. Ugye mi most azért jöttünk össze, hogy itt a Dóri, a Húros Anna Mária kedvére nagy szeretettel, kvázi, hogy köszöntsük őt, úgyhogy ha akarod, akkor ez egy ilyen karácsonyi köszöntés is neked, jó? Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. De ez egy nagyszerű dolog egyébként, hogy ilyen jó emberekkel dolgozol együtt, és az is érdekes, hogy nagyon aranyos jó embereket választottál, úgyhogy itt szörnyű, csak egyedül én vagyok. Nagyon örültem, hogy megtiszteltetek, hogy itt voltatok, és akkor nincs más hátra, mint hogy elbúcsúzzam tőletek, jó? Stelli Zsófi, Lux Ádám és Húros Anna Mária Dóri volt a mai műsor vendége. Ennyi volt már a Párosan szép. Köszönöm szépen a figyelmüket. Viszontlátásra!